Gyula mellett számos településről, többek között Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Orosházáról, Békéscsabáról és Kunágotáról is érkeztek fiatalok és szakemberek a kedden a Mi Egymásért Közhasznú Egyesület által szervezett regionális konferenciára. Bár ez az első, több vármegyei ifjúságügyét összefogó, ilyen jellegű esemény, ugyanakkor a folyamat már 2 évvel ezelőtt elkezdődött, fogalmazott Szabó Enikő alelnök. Több megkeresést is kaptak korábban, hogy szívesen csatlakoznának a Mi Egymásért programjaiba, ekkor született meg a gondolat a nyitásról a Dél-Alföld ifjúsága és szakemberei felé. Szabó Enikő kiemelte, a konferencia programjának összeállítása kiemelt célok mentén történt. Olyan előadások és olyan beszélgetéseket tudjunk generálni, ami a későbbiekben vagy segít a településen az ifjúsági érdekképviseletnek a továbbvitelére, vagy hogy átgondolják azok, akik itt vannak, vagy pedig abban, hogy hogyan lehet egy új projektelemet, hogyan lehet egy új dolgot beépíteni egy település életében. A World Café során lesz több olyan társasjáték, amit a fiatalok és az ifjúsági szakemberek azért generáltunk, azért készítettünk több éven keresztül, hogy vagy az önkéntességnek a kialakításában segít, vagy abban, hogy hogyan kell egy projektet kigondolni, hogyan kell létrehozni. Fontos törekvés volt a rendezvény tematikájában az interaktív jelleg, emelte ki Ámen Balázs elnök. Az egész napos konferencia során az érdemi munka részeként hangsúlyos, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak az előadásokba, a beszélgetésekbe és valamennyi programba. Az elnök elmondta, mi lehet a konferencia hozadéka. Mi ennek az utóélete? Mert az, hogy most itt mi most beszélünk, meg okoskodunk, az egy dolog, az nagyon fontos szerintem, hogy ti majd mit visztek ebből haza, mi az, amit fogtok tudni hasznosítani. Az ifjúsági ügyek támogatása alapvető célkitűzése és feladata Gyula városának, hiszen a legcselekvőképesebb közösség tradicionálisan a fiataloké, fogalmazott Görgényi Ernő polgármester. Ők a legérzékenyebbek a változásokra és a leginkább hajlamosak az innovációra. A polgármester kiemelte, ezért is fontos, hogy segítséget kapjanak a tudatos és aktív állampolgárrá váláshoz, legalább olyan tevékeny módon, mint ahogyan ők állnak a világ dolgaihoz. A lehetőségeket kell megteremteni, hogy azokat a terveket, célokat, projekteket megvalósítsák a fiatalok, amik nekik fontosak, amiktől ők jól érzik magukat ebben a világban, vagy úgy érzik, hogy ettől előbbre haladnak. Minden önkormányzatnak nagyon fontos feladata, hogy megteremtse ezeket a feltételeket, ami így jól is hangzik, csak éppen rendkívül nehéz dolog kitalálni, hogy mik azok a feltételek, amiket meg kell teremteni, illetőleg hát vannak olyan területek az életnek, amelyre egy önkormányzatnak nincs ráhatása. Például, amit tudom, hogy minden településen probléma szokott lenni, hogy milyen szórakozó helyek működjenek. A Dél-Alföldi Ifjúsági Konferencián a fiatalok bepillantást kaphattak az ifjúsági és diák érdekképviselet helyi működésébe, országos projekteket ismerhettek meg, és nem utolsó sorban kapcsolatokat is építhettek. A szervező Mi Egymásért Közhasznú Egyesület alelnökével a 3 témában bővebben is beszélgettünk az ifjúságügyről, annak problémáiról és lehetőségeiről.